Egyre komolyabban kell venni Európában is a delta vírus variáns terjedését, főként azokban az országokban, ahol alacsony az átoltottság. Hollandiában 2 héttel azután, hogy eltörölték a legtöbb korlátozást, most újra zárnak. A diszkók egyáltalán nem nyithatnak ki, az éttermeknek, bároknak legkésőbb éjfélkor be kell zárniuk. A delta miatt ugyanis napi több ezerre nőtt a fertőzöttek száma. Hollandiáról van szó, főként a nem beoltott fiatalok között terjed. Fiatalok táncolnak Amsterdamban egy éjszakai szórakozó helyen. Ezek a felvételek pontosan 2 héttel ezelőtt készültek, aznap, amikor Hollandia feloldotta a járvány visszaszorítását célzó rendkívüli intézkedéseket. Akkor megszűnt a kötelező maszkviselés, korlátozások nélkül kinyithattak az éttermek, a kávézók, és az éjszakai szórakozó helyek is újra megteltek. A holland kormány azonban úgy tűnik alábecsülte a járvány veszélyt. Az országban ugyanis azóta drámaian emelkedik a fertőzések száma. Az egészségügyi szakemberek pénteken megkongatták a vészharangot. Aggasztó a helyzet. Az egészségügyi szolgálat vezetője az imént arról tájékoztatott, hogy a házi orvosokra egyre nagyobb nyomás nehezedik. Mondta a válságstáb ülése után az igazságügyi miniszter. A koronavírus delta variánsának rohamos terjedése azonnali döntésre kényszerítette a kormányt. A kabinet rendkívüli ülésén 5 hétre visszaállították, szinte az összes korlátozó intézkedést, amelyek szombaton életbe is léptek. A múlt héthez képest 7-szeresére nőtt a fertőzések száma, részben a vírus nagyon fertőző delta variánsa miatt. És ha nem teszünk ellene valamit, akkor ez a tempó csak felgyorsul, mondta a miniszterelnök. A szombat reggeli adatok szerint Hollandiában 24 óra alatt 7000 esetet regisztráltak, míg egy héttel korábban az új fertőzöttek száma csupán 1100 volt. Szakemberek szerint főleg a fiatalok között sok az új fertőzött. Legtöbben egy nagyobb buliban, zsúfolt kávézókban vagy szűkös diszkókban kapják el a vírust. Szombattól viszont ezeken a helyeken 1,5 méteres távolságot kell tartani. Az a vendéglátó hely pedig ki sem nyithat, ahol ezt a szabályt lehetetlen betartani. Ezen kívül legkésőbb éjfélkor minden szórakozóhelynek be kell zárnia. A rendkívüli intézkedések a mostani tervek szerint 5 hétig, azaz legalább augusztus 14-éig maradnak érvényben. Hollandia szomszédainál is romlik a helyzet. Belgiumban egy hét alatt 78%-kal nőtt a fertőzöttek száma. Luxemburgban pedig 1,5 hónap után volt ismét halálos áldozata a járványnak.